No, hát nagyon sok szeretettel üdvözlöm a másik világsorozat vendégeit. Ugye pár hónapja így virtuális módon tudni kell, hogy ez a sorozat az Örkény István könyvesboltban évek óta folytatódik, hát most ugye bár ugyanúgy, mint ahogy tavasszal. Itt van nekünk ez a helyzet, de hát mint látható, megoldottuk. Múltkori alkalommal ugye találkoztunk Dobronai Lászlóval, halálközel élmények egyik legkíresebb magyar átélőjével, és valami formában mai műsorban is arra bizonyos másik világra szeretnénk kiegyezni a témát. Itt ül mellettem Faragó Melinda, Hellinger-féle rendszerterapeuta, asztrológus, pszichológus, sőt, Melinda-te még színészkettel is, sportlövő voltál, és annyi minden. Tehát egy színes, nagyon színes egyeniség. De azt gondolom, hogy a témához kapcsolódóan, hát leginkább az lenne a fogas kérdés, hogy mi ez a Hellinger-terápia, és mi közel lehet ahhoz a bizonyos másik világhoz. Ö, hát nem tudom, ha bemutatásodból valamit kihagytam, kezdjük azzal, aztán majd átmegyünk baj, oda, hogy vajon tényleg, oda átról jönnek dolgok, úgyhogy adom is a mikrofon. Nehéz ezt röviden összefoglalni, tehát talán annyit tudok mondani erről, hogy a Hellinger-terápia, arra a felismerésre épül, hogy az őseinknek a mintázata sorsa hatással tud lenni a saját életünkre, reakcióinkra, tudattalan választásunkra, esetenként a tudatosra is. És ugye Heringer kidolgozott egy rendszert, amivel ezeket a mintázatokat, amik a mi lelkünkben élnek, ezeket meg lehet jeleníteni, fel lehet ismerni, és fel lehet ezeket oldani. És ugye itt azért van kapcsolódás ez a bizonyos másik világgal, mert hogyha az ősök mintázatáról beszélünk, akkor sok esetben ezek már rég meghalt embereknek, Igen. rég meghalt Igen. Ö, 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 családtagjainknak, ö, rokonságunknak, ugye Helynke nem is ezt a szót használja, hanem azt mondja, hogy klán, mert az nem csak a vér szerinti kapcsolatok tartoznak a családrendszerünkbe, hanem olyan ö, kötődések is, amire esetleg hétköznapi szinten nem is gondolnánk, tehát a leg legdöbbentőbb, több, hogy ha valakinek például gyilkosság történt a családjával, akkor tettes áldozat kapcsolata is behozza a klámba. Tehát, hogyha az ősömet ölték meg, akkor az ő gyilkosa is. Ha az én ősöm volt gyilkosa, akkor az, az ő áldozata is a klánomhoz tartozik. És bizony ezeknek a mintázatoknak nem minden esetben, tehát nyilvánvaló, hogyha van egy ilyen, akkor ez nem az összes családtagon jelentkezik, de mégis valamilyen furcsa kapcsolódás során bizonyos utódoknál megjelenik ennek a következménye, és hatással tud lenni az életünkre. Na, itt kell, belekérdezek, hogy pontosítsak, hogyha ezt most egy, egy klasszikus felfogású pszichológus hallja, akkor azt mondja, hogy milyen mintázat, milyen hatás. Tehát ez nem a mi személyes emlékeinkből áll fel, amit mondjuk egy pszichodrámával, vagy más analitikus terápiával meg lehet oldani, hanem igenis feltételez egy olyan dolgot, hogy a, a tudod, túléli a testet, uh -huh. ezt te hogy fogalmaznád, hogy egyáltalán a Hellinger-terápia, hogy teszi ezt a képtelenséget helyre? Úgy, hogy Hellinger azt mondja, hogy ugye tudjuk, hogy van a, van a tudatos részünk, van a tudattalan, előzetes mindegy, többnél van a tudattalan, és ugye a Freud óta mondjuk azt, hogy kollekt, kollektív tudattalan, vagy Jung a kollektív tudattalan, és a kollektív tudattalan és az egyéni tudattalan között van egy vékony sík, vagy egy vékony réteg, amit Hellinger családi tudat tudattalannak nevez, és ahogy tehát Jung tanította, így van, tehát ahogy a Jung azt mondja, hogy a kollektív tudattalamból olyan információk jöhetnek fel, és hathatnak ránk, ami nem személyes tapasztalat, ugyanígy, ugyanez a logikája, hogy a családi tudattalamból is jönnek ezek az információk. Egyébként pszichológusoknak egy része fogadja el, akik a konzervatívabb iskolákat képviselik, ők mai napig tagadják, és nem is fogadják el terápiás módszernek. Én nem is gondolom, hogy ezen kéne vitatkozni. Hát én úgy hallom, hogy kicsi hazánkban már Jungot is próbálják innen-onnan kizárni pszichológiai oktatásból, tehát ez egy elég merev dolognak tűnik. Hát ugye az apropó, Hellinger hasonlósághoz maga a halál közel élmény. Egyrészt úgy tudom, hogy te is megéltél egy ilyet, hogyha nagyon röviden erről mesélnél. A másik pedig, hogy hát kedves nézőknek mondom, hogy jó 25 perc múlva a műsoridő felénél váltunk, és kérdéseket lehet feltenni Melindának. Úgyhogy már várjuk egyébként előre a kérdéseket, féltől ezzel folytatjuk, de hát akkor most viszont folytassuk az, hogy milyen élményed volt neked saját. Nehezen tudom megfogalmazni, mert ö, annyira pici voltam. Másfél éves koromban volt egy agyhágygyüladásom, egy nagyon súlyos agyhágyüladás, ahol két hétig voltam komában, így élet és halál között. És nagyon érdekes, mert hogy nagyon korai. Ö, Mégis vannak emléképeim magáról, a kórházról, a korteremről, nagyon furcsa, például, hogy füled nekem mozdokajlóban és ilyen hatalmasnak tűnik a mosdókajdó, és hát ezt pontosan tudjuk én voltam kicsi. És, és arról a, a részről is amit uh, tényleg nem tudok elmondani, tehát, hogy inkább érzéseim vannak, hogy ott nagyon jó lenni, hogy valami olyan megnyugtató és békés. Uh, voltak formák, de ezek a formák nem ilyen meghatározható formákként érzékelem, mint ahogy most itt látlak téged például, vagy a kamerát, hanem, egy egyszerűen... Uh, nem tudom elmondani, érzésekről tudok beszélni. És nagyon érzés, érdekes utána, hogy nekem egész gyerekkoromat végig kísérte az, hogy, hogy így mindig szerettem volna meghalni, tudod? Tehát nem volt olyan a környezetem, hogy ezt így indokolta volna, hogy ez benne van, és tudod, az a, az a nagyon Igen, játék. Persze, tehát ezt felnőttként értettem meg, hogy ez miért lehet. Tehát tudod, mindig azt gondoltam, hogy most megvárom a karácsonyt, és majd utána, vagy a születésnapomat, és utána, de ilyen gyerek módjára volt ez bennem, de végig visszavágtam abba, abba a tudatállapotba, vagy abba a létezésbe, és valószínűleg ezért van az, hogy kora gyerekkorom óta nincs bennem halálfélelem. Tehát az a fajta halálfélelem, ami általában az embereket jellemzi, hogy ez bennem abszolút, sőt, inkább egy ilyen halálvágy volt, de nem az öngyilkosságnak a vágya, hanem annak a békességnek a vágya, amit ott meg tudtam tapasztalni. Ebben a műsorban már több átélő megszólalt, mondjuk ők felnőtt korukban élték meg ezt a bizonyos halálközel és kész csoda, hogy neked vannak másfél éves korodból emlékeid. De azt gondolom, hogy pont azért vannak emlékeid, mert annyira intenzív volt egyrészt az élmény, másrészt pedig az a békesség, ami, ami úgymond áthatotta a gyerekkorodat egyfajta nosztalgiaként, abszolút egybevág. Tehát nyilvánvalóan gyerekek nehezebben idézik fel, akár később is ezeket az élményeket. De most térjünk vissza a Hellinger módszerez, még mindig a halál közeli élmények hasonlóságai alapján. Halálközeli élményekben van egy olyan szakasz, miután ugye a testét elhagyva az illetőt, körbebolyogta a baleset helyszínét, vagy az újraélesztését, hogy ö, átlép egy másik dimenzióba. Most ne a lepereg az életen című részre hegyezzünk, ne is a találkozás a fénylénnyel és a szeretet és a bizalom állapotára, hanem találkozik a korábban elhunyt ismerősökkel, halott rokonokkal. Hát ez mintha nagyon rímelne arra, amit a Ellinger használ. Igen, és ez a Hellingernél nem úgy látszódik meg, hogy előre tudjuk, hogy neki van egy ilyen halottja, és vele van dolga, hanem egy jelen élethelyzetbeli problémát. Nagyon egyszerű példát mondok, valaki mondjuk azért jön, mert hogy van -e egy bizonyos foka sikernek, amit már nem tud elérni. Tehát, hogy mindig elhelyezkedik egy munkahelyen, darabig megy előre, és utána blokkol, és nem érti, hogy miért. És nagyon sokszor ilyenkor a módszert ugye nehéz lenne így elmondani, de hát a technika, amivel a Hellinger dolgozunk, megmutatkozik egy halott, megmutatkozik valaki a képben, akihez kapcsolódik az ő viselkedése, és sok esetben ez úgy mutatkozik meg, hogy az emberek egy része nem is tud róla. Tehát, hogy mondjuk volt valaki, a nagypapája, a dédnagypapája, akinek egy nagyon komoly kudarc volt az életében, és soha nem tudott kiteljesedni. És valahol ehhez való kötődéssel blokkolja a saját maga sikerét, tehát olyan, mint hogyha bűntudata lenne, hogy lehet boldogabb, lehet ügyesebb, lehet sikeresebb, mint valamely őse. És Azért mondom, hogy nagyon sokszor történik az is meg, hogy nem is tud annak a személynek a létezéséről. Nyilván az emberek kíváncsiak, tehát megmutat valamit a kép föloldjuk rituálékkal. És itt szeretném elmondani, hogy elég régóta vezetek családherítéseket. Én még olyan halottal, nyilván a halottat is egy személy képviseli. Én még olyan halottal nem találkoztam, aki ennek örülne. Tehát, hogy azért, mert neki kudarca volt, és utána egy utód ezt ismétli, az sokkal inkább zaklatott, tehát teszi a kép, a halottat megjelenítő képviselőt, nem tud megnyugodni, nem tud lepihenni. És ugye nyilván ilyenkor van az, hogy megindul az emberi kíváncsiság, és sokszor kapom azt a visszajelzést, hogy te képzeld, utána mentem, és kiderült, hogy tényleg ez történt. Vagy kiderült, hogy a nagyanyámnak tényleg volt egy halott gyereke, akiről az egész család nem beszélt. Kiderült, hogy nagyanyámnak, vagy nagyapámnak tényleg volt egy korábbi felesége férje, aki meghalt, és itt tudott az én anyám megszületni, hogy a második házasságból. picit azért mégis beszél arról, hogy hogy néz ki egészen konkrétan gyakorlati módon egy ilyen családállítás. Én ezt tudom, részt vettem egy egész naposon, végig halott, voltam, és zaklató, és gyilkos, de valahogy nem rokkantam vele, már úgy kezdett az egészen tréfásra válni. Tehát mit is jelent? Eljátszák, magukra veszik, hogy áthatja őket, hogy hogy indul egy ilyen terápia? Ö, ne nevezzük terápiának, tehát hogy nevezzük módszernek, jó? Módszer. Nem szeretnék belállni ebbe a harcba, hogy ez most terápia, no, vagy ez egy módszer. Működő módszer, menékesen gyakorlatban. Tehát ez úgy hogy történik, hogy, hát összejön, én nem szeretek nagyon sok emberrel dolgozni, mert szeretek mindenkire figyelni. Tehát 12-13 ember e, találkozik egy térben, egy nagy teremben, körben ülünk, mint általában uh -huh. ezeknél a terápiáknál, csak hogy nem topsikulunk, ugye sok ember így képzeli ezt el, e, hanem az, aki hoz egy témát, az kiül mellém, és elmondja, hogy mi az alapproblémája. És itt van egy nagyon fontos szabály, hogy nem is beszélhet róla sokat. Minél többet adunk át informálisan valamiről, annál inkább hajlamosak vagyunk fejből keresni rá válaszokat. Uh -huh. És itt nagyon fontos, hogy ne azt, hogy mit gondolunk róla, hanem mit mutat a tér. És amikor ő egy beszél erről a problémáról, nyilván akkor ezt a problémát bizonyos szereplők, fogalmak tudják képviselni. Most majd adjunk az előzőnél. Tehát valaki eljön nekem, és azt mondja, hogy nem tud a munkájában érvényesülni. Akkor nyilván azt mondom, hogy oké, okay, ki egy szemét magadnak, válasz egy képviselőt, válasz ki egy képviselőt a munkádnak, válasz ki egy képviselőt a sikernek, a kudarcnak, a gazdaságnak, szegény, tehát fogalmakat is meg lehet így jeleníteni. És akkor szépen elkezd körbe sétálni, és kiválasztja az ott körben ülő emberekből, hogy ki mit képvisel. És az a dolga, hogy beállítja, így a körönbelül, jó nagy téren dolgozunk, a körönbelül beállítja őket, de itt már nincs instrukció, tehát nem mondhatja azt, hogy, egyszerűen beállítja őket, és innentől kezdve mi kijövünk a képből, és akik bent vannak személyek, azok kapnak egy olyan instrukciót, hogy figyeljetek befelé, és ami érzés megjelenik bennetek, próbáljátok meg kifejezni mozdulattal, és ilyen szép, apró mozgás elindul. Na most ezt kívülről nézni, nagyon furcsám. Tehát én őszintén elmondom, amikor először láttam családállítást, nekem az volt a meggyőződésem, hogy ez ennyi színészt egy helyen el nem tudok képzelni. Tehát, tehát annyira hihetetlen volt számomra, és ott, ott látszódott, hogy bennem is a, a szkepticizmus indult meg. Majd amikor először kerültem be szerepbe, tehát hogy először kerültem oda, és elementális elővel törtek föl belőlem az érzések, a mozdulatok. Tehát, hogy nem az volt a probléma, hogy megmozduljak, hanem, hogy amíg el nem indult a kép, hogy visszatartsam azt a mozgást, ami bennem, bennem elindult, húzott volna hátra, előre, sírás, tehát olyan zokogást tud föltörni, ami, tehát mondok neked ilyen érdekes példákat, a testi tünetek meg tudnak jelenni, tehát volt már ilyen családállításon, hogy azt mondta, mondjuk egy nagymama képviselő, hogy iszonyatosan fáj a ballában. És akkor mondta, a, akinek a témájával dolgoztunk, hogy ö, azt a lábát amputálták a nagymabának. Vagy volt olyan, aki ö, azt mondta, hogy itt őrült elkezdett fájni a fejem, és akkor ő pont valakit képviseltek, ott volt a, tehát az ő témájával foglalkoztunk, és mondta, hogy hát pont ott volt a érzésem annak idején. Tehát, hogy azok az érzések, amik megjelennek, nem csak mozgásra késztetnek, nem csak érzelem megmutatására, vagy kifejezésére késztet, hanem konkrétan fizikai fájdalomban meg. Volt olyan, hogy az egész csoport elkezdett köhögni, mire mondta a hölgy, hogy igen, tüdőgyuladásban halt meg a személy, akivel éppen dolgoztunk. Nekem most egy Másik érdekes analógia úszott be, amiket most mondtál, annak alapján a mediumitás. Uh -huh. Nem akarom keverni a fazonnal, de hát egyrészt neked is van egy nagy spirituális nyitottságod. Nyilván a, a módszernek a hatása a lényeges, nem a magyarázat, hogy egyáltalán van konkrét magyarázat. De hát kísértetés a hasonlóság. Ugye a médiumok, azok a közvetítők, akik úgy egy szeánszon, különös képességeikből adódóan, átadják a testüket egy testetlen léleknek, és megváltoznak a taglejtéseik, az arckifejezésük, a hangjuk, ez ugyanaz, vagy hasonló, vagy mi a te személyes véleményed? Hát ezt hogy helyezed el a világképetbe? mennyire függ össze Túlvilággal, reinkarnációval, és a többi, és a többi. Na, tehát én szerintem ez a két dolog ugyanaz, de egyébként Hellinger is ezt mondja. Tudod, ö, ö, láttam korábban a Seldréknek az elméletéről Igen. te is itt, tehát a morfogenetikus mező Seldrék, és Hellinger találkozott is konferencián, ahol megegyeztek, a Hellinger minden tudómezőnek mezőnek nevezi el. Tehát, hogy azt kell tudomásul venni, hogy sokkal több van a világban annál, mint amit a mi materiális testünk érzékelni tud. Azon kívül a médiadításról azt gondolom, hogy mindannyian. Képesek vagyunk rá. Minden, persze nyilván, ez ugyanaz, mindenki tud zongorázni. Vannak, akik tehetségesebb, és akkor ők zongoraművészek lesznek, van, aki tehetséges, és soha nem lesz, mert nem volt zongora közelében. Érted? Tehát az Én ember, szóval. igen, hogy az emberekben ez a fajta képesség jelen van. Csak az a borzasztó tudományos és racionális világkép, ami megjelent, hogy az előző század környékén az az befolyásolja ennek az érzékelését. Tehát, amikor valaki eljön egy családállításra, nyilván ott azért csinálok előtte egy ráhangolódást, az egész csoporttal jogagyakorlatokat gyakorlatokat végzünk, légzésre épülő joga gyakorlatot, pont azért egy kicsit próbáljuk meg tágítani a tudatunkat erre, és kicsit mindenki médiummá válik. Tehát ott, és azért is fantasztikus ez a módszer, tehát azon túl, hogy gyakorlatban nagyon jól tudja oldani ténylegesen ezeket az elakadásokat, de nyitja a szemléletét az embereknek. Tehát aki egyszer egy ilyen nem volt, és ezt megtapasztalta, átélte, nem tud tovább úgy gondolkozni, mint ahogy korábban. Érted? Tehát, hogy ha már egyszer átélted, megtapasztaltad, hogy vevő tudsz lenni ilyenekre, akkor ennek a tapasztalatát tovább viszed, és a fizikai térben a saját életben is tudod. És akkor lehet, hogy empatikusabb leszel például. Ami szintén a médiumításnak egy formája, mert az, hogy bele tudok érezni egy másik embernek a lelki állapotába, arra is tudjuk mondani, hogy ez egy mediális képesség. Egyébként, hogy hogy gondolkozom, én hiszek a reinkarnációban. És azt gondolom erről, hogy lehet, hogy óriási tévedek. Érted? Tehát lehet, hogy azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy halál után megszűnik minden. Tehát nincs semmi. Én meg azt gondolom, hogy majd meglátjuk utána. Tehát, hogyha találkoztunk, akkor én gondoltam jól, ha nem találkozunk, akkor nem, de akkor meg tök mindegy. Úgy, És van. akkor meg úgy csatok, mint ha ettől én jól érzem magam, Érte. Na, tehát viccet félretéve, az én gondolataimban ez úgy van, hogy rendkívül értelmetlen lenne az, hogy megszületünk, tanulunk, tapasztalunk, mindenféle ilyen tudást összeszedünk, meghalunk, és a semmivé válik. Miután a világban egyetlen egy olyan dologról nem tudunk, ami értelmetlen lenne, hát még a klasszikus fizika is azt mondja, hogy az a, nem szűnik meg az anyag, csak átalakul, akkor pont ez az emberi létezés tartozna, a, ami a semmibe megy. Tehát én hiszek ebben, hiszek a reinkarnációban. Én azt gondolom, hogy óvatosan kell bánni azért ennek az alkalmazásával, mert nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy emberek a felelősségük vállalása helyett reinkarnációs dolgokra hivatkoznak, tehát nem, eb, nem, erre a formára kéne ezt alkalmazni, igen. Na, jó, hogy ezt mondtad, hogy, hogy lehet takarozni mindennel. Igen. Tehát én már több Jézus Krisztust, és nem tudom mit, Napóleont, meg ott láttam, egy természet gyógyász, vagy, vagy, vagy ezoterikus jellegű itt ott, mint mondjuk egy halandót, aki igen. az előtt is az volt. Viszont van itt valami, amit szintén korábban említettél, hogy euh, nincs semmi olyan késztetés azokban a, a, az emberekben, akik ugye átélik, hogy ők okazták ezt a hatást, hogy na hát akkor ezt most megkapta. Tehát valami emelkedett moralitása van annak az egésznek, és ugyanez jellemzi a halálközeli élményt, átélt emberek olyan. életét a továbbiakban. Tehát megszűnik a bűn, a harag, a bosszú, az elrontottam, a készvége, vége, hanem mint, hogyha ugyanazt tanítana, hogy tedd le a tereket, és élj másképp. Tehát ez talán egyik legszebb része. Hát ez pontosan így van, és ennek a tanítása is ez. Mert hogy ezek olyan felesleges érzések és olyan romboló érzések, aminek haszna nincs, csak kára, nagyon komoly kára. És valóban azt gondolom, hogy a fizikai szint és a szellemi szint között talán akkor nevezzük így ezt a másik világot most az egyszerűség kedvéért. A nagy különbség az, hogy ott annyira, tehát ott a szeretet van jelen, és hát nem tudok többet mondani. Érted? A szeretet megjelenik, és a szeretetbe, a valódi szeretetbe ezek az érzések, hogy bűntudat, harag, bosszúvány, ezeket szeret nem az, hogy nem fér bele, hanem nincs helye. Tehát, tehát meg sem is ül. És e, épp ez jelentkezik a családállításnál, és amikor azt mondtam neked, hogy én egyetlen haragó halottal nem találkoztam. Érted? Az, hogy esetleg a képviselő szomorú, egyébként azért ezt mindig figyelni kell, hogy Hellinger is azt mondja, hogy ha valaki már 60%-ba szerepet tud kerülni, az már egy nagyon komoly eredmény. Tehát soha nem tudjuk kifelejteni, és nekünk, akik a családállítást hát, vezetjük, azért, mindig figyelni lehet, kell, hogy akarunk. ez, igen, de ezzel együtt is nyugodtan tudom neked azt mondani, hogy a halottaink jót akarnak nekünk, még akkor is, ha haragban váltunk el. Tehát amikor, tudod, ez a gyilkos áldozat kapcsolatról beszélek, hát ilyeneket is látok, érted? Tehát akit meggyilkoltak, ő se akarja a bosszút a halála miatt. Békességet, megbékélést szeretnének. Nem megbocsájtást, a két szokózat nagy különbség van, megbékélést. Hát megint majdnem ott tartunk, mint a halál közeli élményeknél. Tehát nincs bűn, alapvetően kioltódnak ezek a negatív kategóriák. Tehát ezért terápia, és nem csak halálközeli közeli élmény átélésével elérhető terápia. Amit ezzel kapcsolatban én még kérdeznék tőled, hogy ez azért valahol olyan, mint egy, egy analízis, egy regressziós analízis, hogy megtalál magában valami görcsöt, amit felold, és kibukkan a lufi? Vagy? Tehát ez, tudni tud így 180 fokba fordítani, akár egy életvitelen? Persze, hát azért is, uh, van, azért is uh, működik a Hellinger terápia. Érte? Tehát bármennyire is tudományos oldalról, vagy a klasszikus uh, konzervatív pszichológiai oldaláról ezt támadták, támadják most is. Ha megnézed, a világon mindenhol alkalmaznák, és nagyon rövid idő alatt terjedt el. És hát nem azért, tehát csak azt tud elterjedni, ami működőképes, és a gyakorlatban érezhetőnek a hatása. Tehát saját, uh, visz, én nem várok visszajelzésen kitől, de mégis nagyon sokszor kapok visszajelzéseket, és valóban olyan fordulatok Tudnak történni. Tehát, hogy én, tehát gyógyulások. Tehát, hogyha valaki beteg, nem helyettesíti az orvoslást, de segíti a gyógyulásnak a folyamatát. Tehát például különböző nyugati ország, Németországban, Ausztriában az onkológusok együttműködnek családállítókkal, mert hogy pont a ráknál volt kimutatható az, hogy a családállítás segítségével egyszerűen megváltozott a betegségnek a menete. Nagyon sokszor fordul, és, a, és ez nem azt jelenti, hogy minden rákos meg lehet menteni család ez egy nagyon fontos történet, de sok esetben lehet segíteni a gyógyulást. De olyan problémáknak nagyon sok úgy mondom, családállított babám van. Tehát nagyon sokszor jönnek hölgyek, hogy nem marad terhes, nem marad meg a babája, és akkor állítás után rövid időn belül sikerül a terhesség. De volt olyan történetem, hogy volt egy hölgy, akinek hosszú évek óta próbálkoztak babával, nem sikerült. Papírja volt róla, hogy neki nem lehet gyereke csak beültetéssel. És meg volt a beültetés időpontja, közben jött családállítása. Ő azért jött el, hogy a beültetés segítse. És, és utána a csehdeletetes néhány héttel, tehát még a beültetés előtt olyan furcsa tünetei voltak, elment az orvoshoz, és mondta, hogy nem érzi magát túl jól, és megvizsgált, és mondta neki az orvos, hogy mert terhes, de maga nem lehet. Hát én állítottam ki a papírt, és azóta még két gyermeke született. Na, egy picit uh, mellé teszek annak, amit mondtam. Ugye tudjuk azt, másik világ műsor hűséges néző és látogatói, hogy uh, Hát nem csak riporterként ülök itt magam is, hogy a tudományos parapszichológiával foglalkozom, több mint 30 éve, és bármilyen képtelennek tűnnek ezek a dolgok. Igen igenis a mai tudatkutatás egyértelműen tényekre építve azt a fajta tudatképet vázolja fel, hogy a tudat független a testi funkciókkal kölcsön hatásban áll vele. Tehát kezdve a halálkezeli élmények testelhagyásos élményétől, ahol ugye nincsenek agyi funkciók, az illető pedig tökéletesen és visszaigazolható pontossággal észlel, odáig terjedő, hogy benne vagyunk egy non-lokális Tudati térbe, hogy ezt most ki, hogy szereti nevezni, Jungféle kollektív, tudattalan, rappert féle morfogenetikus mező, vagy László Ervin-féle szímező, az a lényeget tekintve mellékes. Tehát teljes mértékben elfogadhatjuk ezt, nyilván nagyon sok arca lehet. Asztrológus is vagy, tehát azért sejtett valamit, hogy nem egy vonalas, vaskalapos pszichológus ül itt mellettem, az asztrológia is ugye alkatokat, hajlamokat tár fel. A kettő közt te látsz valami kapcsolat, vagy inkább egymás mellé rakod? Nem tudom egymás mellé rakni, tehát én szerintem ugyanannak az energiának egy másfajta megjelenítése, egy másfajta, és hát nyilván itt megint az, hogy ki hogy áll az asztrológiához, hát aki azt gondolja az asztrológiáról, hogy arról szól, hogy megmondja, hogy a következő héten, hónapban, évben mi fog velem történni, az, az egy másfajta gondolkozást képvisel. Tehát az asztrológiához úgy állok, hogy ugyanazt az energiarendszert, ugyanazt a kozmikus energiarendszert, ami jelen van, segít nekünk megérteni, leképezni, lefordítani a hétköznap szintjére, és akkor itt tud ehhez kapcsolódni, hogy az, hogy nem véletlen, hogy mikor születtünk, hogy nem azért vagyunk olyanok, amilyenek, mert a bolygók úgy álltak, hanem azért születtünk akkor, mert amikor a bolygók úgy oh, nap. Tehát még egyszer, a bolygók Pesci, úgy, a úgy álltak, így van, túszegben. akkor volt az az energia, a minőség, amire nekem szükségem van, azért, hogy azt az életutat be tudjam járni, amire pillanatilag szükségem van a tapasztalataim megszerzéséhez. Hát én azt mondom, hogy kezdjük el a kérdésekre való válaszadást. Ö, egy kérdés jött előtte, pedig egy, egy, egy újongás. Sziasztok, ó, de jó, hogy Melindát is látni, család elítás. Köszönjük. A következő viszont már kérdés, és én mindenkit szeretnék agitálni, hogy nyugodtan írjatok, ez egy, egy beszélgetős műsor, tehát még a felénél se tartunk. Van egy bő fél óránk Melindával, én is amit tudok hozzáteszek, azért is ülünk itt, hogy válaszoljunk. Na, első kérdés, amit nekünk ki van rakva, Súgó gépünkre az úgy hangzik, Melinda drága köztes térből a halott lélek miért igényli a kapcsolódást az élőkhöz? Mit kap ezáltal? Elköszönése miért van szükség? Mit viszünk magunkkal a másik világban? Jó, hát ez több kérdés rögtön. Nem a halott lélek igényli, tehát ezt szeretném elmondani, hanem az élőből fakad egy olyan fajta kapcsolódás a halottnak a sorsához, amit a, a halott nem igényel. Tehát, hogy a halottak nem igényelnek tőlünk semmit, maximum azt, hogy tudjunk már élni az életünkkel, tehát a létezésnek örüljünk, Jukolnak. és nagyon így is fogalmazhatunk. Legalábbis amit én láttam így a képviselőkön keresztül, tehát a halott reakt nem igényel semmit, az élőben van egy kötődés a halottnak a sorsához, és elkezdi azt ismételni, azt a történetet ismételni, ami nem jó senkinek, és ezt tudja feloldani ez a rendszer, és akkor látszik, hogy a képviselője meg könnyebbül, hogy végre megszűnik annak a, az energiának a jelenléte a térben, amihoz Tartozik. Az, hogy mit kap ezáltal, hát nyilván azt a fajta békességet, vagy azt a fajta szeretetet, amiről az előbb beszéltünk, azt a fajta nyugalmat, meg békélést, ami az életnek a célja lenne, vagy a létezésünknek a célja lenne. Elköszönésre miért van szükség? nem arra a fajta elköszönésre van szükség, hogy megfeledkezzünk a halottakról. A halott sorsától, a halott terheitől való. Tehát amikor, amikor van mi, most mit viszek tovább a saját életemben, ami nem hozzám tartozik, attól köszönünk el. A halottól nem kell elköszönni, ő hozzánk tartozik. A saját múltunk része, a saját családrendszerünknek a része, az energia részünk. És mit viszünk magunkkal a másik világba, hát a tapasztalatainkat, vagy a, az érzelmeinket, a megélésünket, de hogy erre, erre én így konkrétan nem tudok válaszolni ma. Azt gondolom, hogy ez egy szélesebb kör. Én is úgy gondolom, hogy nagyon sok nézete van a dolgoknak, és nagyon sok irányba ágaznak innen tovább az elképzelhető lehetőségek. Én is elég érdekes. Múlttal rendelkezem, és mint a halál közeli élményekkel, már hosszú évek óta foglalkozom, kicsit néha aggodalom van bennem. Megírtam Bólébert címmel, ugye az önéletrezi regényemen, hát eléggé ki lett pakolva szennyes. És hát úgy átfut -át rajtam, hogy ó, jaj, eljön a pillanat, amikor átlépek, és ott állnak, és azt mondják, hogy melyik kezedben voltál, Tomikám. De egyben azt is gondolom, hogy az már nem ugyanaz, tehát több síkon létezik egy, 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 személynek a földi élete után a léte, még a médiumitás is így tartja. Van egy kis lemezünk, ami változatlan marad, ezt ilyen lárvának, mindenféle dolognak hívják, de hát alapvetően vége a színdarabnak, tehát a színészek nem verekednek össze előadás után, hogy az előbb leszúrtál, én meg most orba váglak. Tehát van egy, egy, egy emelkedettség, valami ilyesmi is lehet ebben, nem? Hát, hogy ne is, amiről te beszéltél, egészen biztos lehet, hogy nem így fognak várni. Tudod, hogy ott például a szégyenérzet nincs, tehát az is a földi világhoz kötődött. Tehát az, ahogy mi tényleg el kell tudnunk rugaszkodni attól a megéléshez, megtapasztaláshoz, ami itt van, mert ebben nagyon sok szerepe van a félelmeinknek, a szégyenérzetnek, a bűntudatnak, az aggodalmainknak, és ezek az érzések odát nincsenek jelen. Hát ez nagyon megkönnyebbítő üzenet. Na, elkezdtek potyogni a kérdések. Nagyon szépen köszönöm nézőknek, résztvevőknek, Mondanám is a következőt. Kedves Melinda, a kis Yorki kutyám fél éve egy esős délután szobából nagyon elkezdett ugatni az előszoba felé, és közben hátrált vissza a szobába. Ez nappal volt, fel is vettem videóra. Kb. 5-8 percig tartott, de ilyet még soha nem csinált. Mit láthatott? Köszönöm a válaszod. De ez nem feltétlenül a családállításhoz tartozik, El, de nem állt tőlem előttem. távol. Uh -huh. A, szeretett találom mindenkinek a, a dr. Edith Fiorének a könyvét, a Nyugtalan Holtakat, ahol ő egy amerikai klinikai pszichológusként vállalja, hogy egy olyan terápiát végez, ahol az itt ragadt lelkekkel tud dolgozni, ő elmondja, hogy mai napig sok kérdés van benne, ő nem értje, hogy ez igaz, gyakorlatban nagyon sokszor, tehát nagyon nagyon is hasznos az ő módszere, és külön kihangsúlyozza azt, hogy az állatok nagyon sokszor érzékelik ezeket az etnitásokat, az itt maradt lelkeket, és sokszor pont ők jelzik, hogy van itt valaki, tehát előfordulhat, hogy ez a kis jorki kutyú látott valakit, valamit, egy energiát, akár egy itt ragadt lelket, és erre reagált, de azért ezzel óvatosan kell várni, mert nagyon sok félelmek vagy szorongást válthat ki egy ilyen fajta megélés, megtapasztalás, tehát egyáltalán biztos, hogy az is ott van. De el tudom fogadni, hogy a yorki jelzett egy ilyet. Nagyon egy új dimenziója itt a kérdéseknek, akár össze is lehet vonni. Egy rövid kérdés így hangzott. Minden halott válaszol? Kiválaszol, ha már a halott ismét leszületett. Erre rimmel, az ezt követő. Ha van reinkarnáció, akkor a családállítása megjelenő őseink jó része már egy új testben éldegél. Szerintem nem a lelkek jelennek meg itt, hanem. Mi a véleményetek erről? Hát neked mi, nekem is megvan. Hát a ha után nem tudok mit válaszolni. Én azt gondolom, hogy induljunk ki abból, amit ilyen tanítók mondanak. Hogy ez nem úgy működik, hogy van egy lélek, és akkor az vagy testben van, vagy nincs, hanem hogy van lélek, sőt, azt mondják, hogy ez a lélek es, es sokkal nagyobb annál, mint amit el tudunk képzelni, és akár több testben is tud ö, inkarnálódni, tehát hogy több testben is tud tapasztalatokat szerezni, hiszen ezért jövünk le a földre, hogy a tapasztalatokkal gazdálvítsuk a saját lelkünk működését. És nyilván, hogy ö, mitán a lélek állandó, ezért ö, hiába születik le, valaki, aki ezt a lélek részt hordozza, az a stabil, nem tudom, központi lélek, nem tudom másképp mondani, tehát az a, a, az a rész, ami állandó és jelen van ebben a mezőben, az a az együtt tudja közvetíteni a régebbi e, tapasztalatokat, a régebb óta hordozott e, problémákat, traumákat. De az is lehet egyébként, hogy az egész arról szól, amit Hellinger mond, hogy ez a családi tudattalannak a lenyomata, és hogy, hogy hiába születik le újra, az az információ a családi tudattalanban jelen van, és mi azzal az információ információval lépünk kapcsolatba, és ebből adódnak ezek a válaszok, viselkedés Egyébként én tényleg azt gondolom, hogy azzal együtt annyira... E hitelesek azok a tapasztalatok, amivel találkozunk, tehát azok a képviselők, akik mondjuk egy halottat jelenítenek meg, nagyon sokszor olyan szavakat használnak, olyan gesztusaik vannak, olyan hanglejtésük van, hogy egy, szerintem kicsit többről van szó itt, mint ami a csádi tudattalamban jelenlévő információ, és akkor a válaszom, tehát tényleg csak itom elképzelni, hogy a lélek sokkal nagyobb annál, hogy egy testbe kérne beleszorulnia. Rögtön ehhez csatlakoznék. A évek elején jelent meg dr. Nagy Kázmérnak a Ki volt ön előző életében című könyve. Reinkarnációs hipnózisokkal foglalkozik alapvetően. Ez a könyv volt, szerencsém a szerzővel találkozni annak idején, és hát talán nem árulok el megbocsáthatatlan mód titkot. Kázmér azt mondta, hogy ő azért állt le ezekkel a terápiákkal, mert totál szemléleti zavarba kerül ugyanis egy ugyanazon embert visszavíve, korábbi ugyanazon emberöltőbe, különböző életekről számolt be. Tehát én azt gondolom, hogy itt lazítani kéne a szemléletünkön, az oksági felfogásunkon. Tehát azért a médiumítás és a, a, a reinkarnációban hívő vallásfilozófiák is igen gyakran, sőt, alapvetően úgy fogalmaznak, hogy a személyiségünk is halandó meg is marad, és nem az mégsem, ami reinkarnálódik. Tehát nagyjából hasonló dolgokat mondtál. Tehát a legkülönfélébb rétegekben maradunk beírva ebben a nagy égi vendégkönyvbe. Ezekben vannak merev, emlékszerű lenyomatok, vannak dinamikusan létező részek. Tehát van egy további élet oda ami nem zárja ki azt, hogy újjá szülesünk, ugyanis nem a személyiség születik újra. Nem Pauli Tamás, egy faragó Melinda, vagy a kedves néző, hanem az, hogy a buddhisták mondják, karma csíra, ami képződött egy bizonyos ember életében, keres folytatás, tanulságos folytatás, tehát az idő nem olyan, mint amilyennek mi gondoljuk. Hát, tehát, ez ez... ezt szeretem volna hozzátenni, hogy a kvantumfizikusok már egyértelműen állítják, hogy az idő mint olyan nem létezik, tehát ahogy mi megtapasztalunk most, ha ez így van, és minden de ettől meg lehet őrülni. De ha csak megengedjük magunknak azt a gondolatot, hogy minden egy időben zajlik, akkor innentől kezdve már nem is annyira kizárható, hogy ugyanaz az inkarnáció egyszerre több fizikai megjelenést tud ölteni. Hát az, hogy az idő többféleképp tud telni, egyik helyen áll, másik helyen telik, aztán még 26 féle fajta mond, ezt mi az életbe, legalábbis ebbe az életbe el nem fogjuk tudni képzelni. Nyugodjunk bele, hogy mi nem tudunk kilépni az időbeliségnek, abból a képzetéből, amiben élünk. Na most van itt egy egész másfajta kérdés, ezt a, ha jól látom, jönnek majd újra a reinkarnációval kapcsolatosan. Következő így hangzik, kedves Melinda, van olyan téma, amire nem lehet család állítatni, vagy állítani? Például földön kívüliek, nem ők is megérkeznek. Való találkozás gyökerének kutatása ezzel a módszerrel állítható? É, de, de, de. És, tehát, hogy ez még nem jutott eszembe, hogy ezt nézzük. Nyilván van olyan téma, ami családállítással nem, tehát amivel nem családállítással kell dolgozni, nincs olyan módszer, ami min, univerzálisan mindenre jó. Hát, Ilyen, ilyen még nem történt meg, hogy valaki ilyen kérdést tett volna fel számomra. Hát elég nagy a parapszichológia vizsgálati területed, amivel én foglalkozom, az a Földön kívüli tudatosság a legfeljebb hipotetikus módon érintkezik. Olvasnám a következő kérdést. Jó estét! Az én kérdésem az lenne, hogy hogyan tudjuk könnyebben eldönteni, hogy az életünk során elén gördülő akadályok közül melyik az, ami úgymond fejleszt, és azért van, hogy megedződjünk, sok áldozatot hozunk, kitartóak legyünk, és melyik az, ami azért van, hogy mutassa, hogy nem jó irányba haladunk. Ez egy jó kérdés, örökzölt kérdés amúgy. Esetleg van-e a módszer, ami ebben segít? Tehát, hogy ez most stopp tábla, vagy egy céltábla, vagy... Te hogy látod ezt? Uh, no, ez nem könnyű a kérdés, de azt gondolom, hogy én úgy állok hozzá, hogy mindez, ami velem történik, minden akadály, ami megjelenik az életemben, az engem fejleszt tudni, ezek az akadályok, ezek nem problémák, hanem feladatok, aminek a megoldásával előbbre tudunk menni. Akkor van probléma, ha beleragadunk ebbe az akadályba. Tehát, hogy a családállításnál is ugye az látszik, hogy valamit nem megoldok, hanem beleragadok, és ismétlem ugyanazt a mintázatot végig. Tehát igen, az a választom, hogy akkor vagyok rossz irányba, ha felismerek egy folyamatosan ismétlődő mintát az életemben, ahol valahol mindig lehet, hogy nem pontosan hogy ugyanazt csinálom, de hogy a végeredmény ugyanaz, azt megfigyelhetem. Abszolút egyetértek parapszichológiával kapcsolatban, és ezek a megfigyelések. Lelki állapotaink is folyamatosan generálják a környezet válaszait, tehát ha valami tendencia szintre jut, ahogy te mondtad, ismétlődik újra és újra, na ott figyeljünk. Én hiszek abban, maradja meg ez a kis szabadság jogom is, hogy lehetnek véletlenek és, és nem nagy jelzéstartalmú furcsaságok az életben, de hogyha valami folyamatosan kopog, na ott több, mint valószínűleg megoldani valónk van. Nagy örömömre szolgál, hogy a kérdések folyamatosan érkeznek, úgyhogy már olvasom is a következőt. Az, hogy van-e reinkarnáció, azt nem lehet bizonyítani, mint ennek ellenkezőjét sem. Hát ezen hosszan lehetne filózni. Minden esetre, ha van, akkor is csupán azért lehet értelme ez után kutakodni, hogy az előző élet megélt tapasztalatai segítsenek az evilági élet problémáinak megismerésében, ehhez majd én is hozzá szeretnék tenni. Egyébként a Hellingeri Mező is ugyanerről a reinkarnálódó lélekmezőről szól, no. De teljesen nem tudom fogadni, tehát ez egy ö, gondolat, ami akár egy működőképes gondolat lehet. E, valóban nem lehet sem a meglegyenését a reinkarnációnak sem bizonyítani, sem tagadni, de azt gondolom, hogy nem is kell. Tehát, hogy itt jön az a fajta ö, hozzáállás az élethez, amit én lehet a másfél és korom óta hordozok, hogy... Ö, mindenkinek joga van azt gondolni, amit ő gondol. Tehát, hogy ez a hagyjuk meg, nem kell bizonyítani, nem kell harcolni ezekkel a, a, történetekkel. Az viszont, hogy előző életek után kutatni, én nem tartom annyira a szerencsés dolognak, mert a, tehát ez nem egy ibusz e utazás. Tehát, hogy nem azért kell visszamenni az előző életbe, hogy kielégítsem az, nem tudom, a kíváncsiságomat. Nyilván vannak olyan szituációk, amikor, amikor fontos, meg kell is, de ez csak akkor, amikor a jelen életemben akadályoz valaminek a megélésé Korlátoz valamiben. De sokszor, amikor ezzel játszanak emberek, és sajnos tudom, hogy nagyon sokan, hát nem is játéknak mondanám, csak könnyen kíváncsiságból belemennek, sokkal több zavar tud okozni a jelen tudatosság meglétésében, vagy meglévés, na, tehát megélésében, mint ami haszna tud lenni ennek a korábbi életeknek a boncolgatásával. Nem egy veszélytelen dolog. Nagyon hasonlóan gondolkodunk, sokszor szoktam mondani, hogy jobb valamit nem érteni, mint félreérteni. Tehát azért a, félre Hát igen, igen, és rosszul reagálni. Tehát Kezdjük azzal, hogyha nekem azt mondják, hogy a kedves párom a gyilkoson volt. Hát ez lehet, hogy oda majd feloldódik ez a görcs, de hogy ezután én nem tudok ugyanúgy ránézni, mint előtte, hát ez ez bűn attól, aki egy ilyen állításra rak valakinek a vállára teherként. A másik, hogy hát tényleg a reinkarnáció, nem véletlenül van elfüggönyöse. Persze mondhatnánk azt is, hogy soroljuk ide az összes dolgot, te meg én is foglalkozunk. Van, ami segít, vannak tendenciákat feloldó dolgok, de kajakra venni, biztosra venni olyan drámai fordulatokat, ami kétségesek és vagy nem ránk tartoznak, mert többet ártanak, mint használnak, hát azok tényleg többet árthatnak. Úgyhogy szerintem elég nekünk a jelenéletünk problémáját megoldani felnőtt módon, nem kell jogatni magunkat mással. Egyébként még itt Ja nem ez van a következő kérdés, hát ugye sok mindenben hasonlítanak. Most a reinkarnáció futott be itt nagyon a pályaudvarunkra. Kezdtem azzal, hogy remek a műsor, köszönjük. Na hát igazán örülünk, hogy tudunk adni mit tehetünk annak érdekében a mostani életünkben, hát ez majd mondja az, hogy minél több mindenre emlékezzünk majd a következő életünkben. Kísértetés, hasonlóság az előző kérdésre. Azt mondják, maximum 10%-át vihetjük át a most tanultaknak. A déjà vu érzés előző életeinkből ered. Én nem tudom, ezt a 10%-ot kiszámoltak és milyen számológéppel, de szerintem nem így érdemes erről gondolkodni. Öh, Könnyebbüljünk meg, legyünk boldogok, empatikusak, fogadjuk el a világot, magunkat, a többieket, ez a legtöbb, és ennek a nyomai maradnak meg abban a kis csomagban, ami névtelenül tovább megy, és már adom is a szót Malindának. Na, tehát valóban én se értek egyet ezzel a 10 kal tehát ezek túl materiális számok, tehát teljesen feleslegesebb így beleragadni. Mit tehetünk annak érdekében a mostani életünkben? Az, hogy éljük az életünket, és igyekszünk az életünket egy magasabb tudatszint megélésének, tehát, hogy a, odafigyelünk, hogy a felesleges harcok harag, indulat, bosszú vágy, bűntudat, tehát ezeket el tudjuk engedni, ez a legtöbb, amit tehetünk ebben az életünkben. És az, hogy mit viszünk át, vagy mit nem, arra nagyon érdekes dolgot tudok neked mondani, így a memóriával kapcsolatosan. Ugye a kétfajta memóriánk van, ezt nagyon egyszerűen fogom most elmondani. Van az a fajta memóriánk, amikor a készségek képességeikre emlékszünk, és van, amikor informális szintekre emlékszünk. Tehát, ugye az egyik memóriával én tudom, hogy engem hogy hívnak, milyen dolgok történtek velem, a másik memóriám, a készség, hogy Emlékszem arra a biciklizés képességére, hogy tudok pohárból inni, ugye, amit szintén meg kellett valamikor tanulnom. És képzeld el, hogy ha valakinek egy olyan memóriavesztése memória vesztése van, ami nem agy sérüléséből, hanem valami sokból történik, tehát törlődik, úgymond ez az emlékezése, az informális emlékezés, a készségeit, képességeit akkor sem veszíti el. Tehát lehet, hogy nem fogja tudni ki a neve, de ha ő tudott biciklizni, fog tudni biciklizni. Na ezt Körülbelül így működik az, hogy mit viszünk át a következő életünkben. A megtapasztalásunkat, ahova eljutunk. Ha megtanulunk ö, úgy élni, hogy elengedjük a bosszúvágyunkat, elengedjük a haragunkat, a, haragunk, a dühünket, akkor ezt a következő életbe már készségszintjén fogjuk átvinni. Volt egy nagyon furcsa pszichológiai megfigyelés, valamikor, talán az 50-es években, lehetett Amerikában egy balesetes fiatal ember, azt a tünet együtt ezt mutatta, hogy minden reggel, amikor felébredt, elfelejtette az előző szakaszt. Minden nap megragadt ugyanazon a napon, és semmire nem emlékezett. Egyenként újra bemutatkozott mindenkinek a pszichiátriánál kezetek, viszont, és teljesen igazad van, a készségei, amit vizsgáltak, készségfejlesztés probléma megoldó képességek fejlesztése, szintén az vele jött, és sokszor szerintem mi túl intellektuálisan mérlegeljük az értékeket, lexikális tudás, tanultság, egyebek, dehogy is az illeszkedés a dolgokhoz belerázódni, és Azért még egy hárommal ezelőtti kérdéshez, hogy mit kell kikerülni, meg mit nem. Hát kockázat az élet sólya, tehát ne legyünk mindig biztosak mindenben, maradjon meg ez nekünk. Azt mondják, ugye, ami nem öl meg, az megerősít. Posztraumás növekedés is létezik a pszichológiában. Ez szenvedsz óriási töréseket, és amikor kijössz belőle, erősebb vagy. Na haladjunk viszont, és ezt magamnak mondom most elsősorban, ugyanis vannak még kérdések, és meg kell mondjam, hogy negyed óra van hátra a műsorból. Ö, következő kérdés, ez nagyon rövid. Családállítással ki lehetne -e deríteni valaki halálának a körülményeit megközelítően. Ez egy rövid kérdés. Ö, van, amikor mutatja a kép van, amikor nem, Ö, amikor. Tehát a legelső, amit nekünk megtanítottak, és nekem nagyon szerencsén volt, egy nagyon jó tanárokkal tanított csoportban voltunk, az első fontos, amit a Hellingernek vesző paripája, hogy a titkokat becsülnünk kell, és tisztelni kell. Tehát, hogyha egy olyan titok övezi egy ősünk halálát, amihez nekünk nincs közünk, nem fogja megmutatni a kép. Ha valamiért fontos számunkra tudni, akkor akár még az is kiderülhet. Erre nincs egy általános szabály. No, hát rövid kérdés, viszonylag rövid válasz, következő Elképzelhető, -e, hogy egy játékszenvedélyre számítógépes, illetve annak kialakulásának miért is választ tudna adni, vagy nem tudom, hogy mondjam, egy családállítás. Esetleg a lélek az előző megtestesüléséből hozta magával ezt az önromboló szenvedélyt, tehát valószínűleg a számítás, számítógépes játékszenvedélyt nem, de sokfajta játékszenvedély van. Mit gondolsz? Akar, hogy akár még ez is megtörténhet. Tehát, mint mondom, a családállítás nem ad mindenre választ, de miután elmondtam, tehát, hogy van egy ilyen törvényszerűség a családban, hogy a családban mindenkinek joga van lenni. És hogyha valakit kirekeztett a család magából, mert olyan dolgot csinált, amit a család elítért, és megtagadta a családhoz tartozás jogát, nagyon fura, később megszületik egy utód, aki beállhat annak a kirekeztett személy helyére, és elkezdi azt a mintázatot ismételni, és itt hangsúlyozom, mintázatot ismételni. Tehát, hogyha esetleg volt egy nagypapa, akinek kártya volt, és elverte a pénzét a családnak, és ezért rekeztette ki a család, akkor könnyen lehet, hogy az ő unokája, dédunokája gépes játékgéppel való szenvedélye kapcsolatban van, mert így hozza be a családba a nagypapának a szenvedélybetegségét. Hát tessék, mintázat, mintázat, és azért szép ez a mintázat, mert a legjobb értelemben személytelen, tehát hogy nem lehet rá haragudni egy mintázatra, mint mondjuk egy, 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 rossz indulatra. No, következő kérdését hangzik. A tapasztalatok szerint esetleges problémáink inkább csak az egyenes ági felmenőköz kötődnek, vagy akár nagyszülők, dédszülők, ükszülők, többi testvéreihez is kötődhetnek, akik tragikus módon haltak, meg na, mik erről a tapasztalatok? Az esetek nagy részében közelebbi körről beszélünk, tehát nagyszülő, és oldalág, de nagyon sokszor mutat a kép, ugye annak idején még Hellinger is mondta, hogy a Bibliában is a hetedik ziglen tehát, hogy heted iziglen hordozzuk, de aztán ezt tagította a és azt mondja, hogy igen, bizonyos esetekben még annál régebbi mintázatok is meg tudnak mutatkozni. Tehát erre sincs egy ilyen törvényszerű szabály. Az én tapasztalatom az, hogy igen, általában nagyszülők, dédszülők részéig van ez az erős kötődés, de ahogy kezdtem az elején, ezért használja Hellinger a klán fogalmát, mert nem csak vérségi kapcsolatok, hanem a családhoz tartozó, akár egy nagyszülőnek egy férje vagy elhagyott menyasszonya is tartozhat a családrendszerembe, akinek a sorsát ismétlem mondjuk az elhagyottságát. Ez nagyon tipikus egyébként, hogyha ha az én valamelyik ősöm elhagyott valakit azért, hogy nagy szerelembe esett, és feleségül vagy férjül vette azt, aki az én vérszerinti leszármazottam, akkor van bennem, vagy lehet bennem egy olyan mintázat, hogy hálám jeléül az elhagyottnak, most nagyon furcsán hangzik, de hogy úgy érzem, hogy tartozom neki, hiszen az ő fájdalma kellett ahhoz, hogy én meg tudjak születni, és ezért az én párkapcsolataimban és is ismétlem, hogy állandóan elhagynak. Ez pedig nagyon gyakran jelenik meg állításban. Hát elég cifra ez a módszer, annyi szent, de hát a valóság is elég cifra. Tehát említettem, hogy 30 éve foglalkozom ezzel, egyre jobban látom, hogy mit nem látunk ebből az egészből, van valami lényeges, onnantól aztán lehet ezerféle irányba indulni. Következő nem is kérdés ez. Egész életemben az időtlenségre vágytam. Az, hogy itt idő élünk, hát az engem kiborít, de tényleg fantasztikus hallgatni a dialógusotokat. Köszönöm mi is, köszönjük. Hát nem kell annyira kiborulni ettől az időegységtől, bár magam is hajlamos vagyok erre néha. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon speciális tapasztalás az emberi lét. Tehát bújócskát játszunk magunk elő, színdarabot, tényleg ilyen Shakespeare-i mindenki színész benne, és, 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 elfelejti, hogy gyakorlatilag ami itt történik, az, az egyrészt meg vagyon írva, másrészt alakítható. Ö, Hogyne, hogyne, hogyne. Hogy, ne, hogy, ne, hogy ne. Viszont én azt javaslom, kedves Lilla, hogy próbálj meg egy kicsit más oldalról közelíteni ehhez. Én hiszek a szabad akaratban, tehát én azt gondolom, hogy csak az született le ebbe a idő egységébe, ahol most élünk, Akkor saját maga választotta ezt a születést, tehát hogy jó lenne, hogyha ez szerint a gondolat, filozófia szerint te is elfogadnád, hogy valamiért te választottad, hogy ide leszüles, és nyilván, mint a Tamás mondott, hogyha ezt az egészet megpróbálod egy kicsit másképp nézni, és nem egy börtönnek éred meg, hanem egy lehetőségnek, egy játéknak, ahol szoktam mondani, hogy ez a játék egy olyan játék, amit nem egymás ellen, hanem egymással játszunk, akkor lehet, hogy mégiscsak megéreznéd annak a, az örömét is, hogy ebben a térben kapsz egy lehetőséget ennek a megtapasztalására. Hát a játék az egy nagyon komoly fogalomám a létezésben, és ez egy komoly játék, de játék, ami nem azt jelenti, hogy komolytalan, és, és, és nincsen következményeim, de óriási lehetőség. Következő úgy hangzik, Kisztan, kék, kék nagyon rosszul látom, de nem is az a lényeg. Nem lehetséges, hogy ilyenkor egyszerűen az adott személy akassájából olvassuk a rá vonatkozó infókat, mint egy családi történet. könyvből. Hát ez elég statikus lenne az én felfogásomban, tehát én élőnek tartom a másik világokat és alakíthatónak, de hát halljuk, mit mond a terapeuta. Azt, hogy lehet. Nem tudok, ez mit hozzászól. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem az a lényeg, hogy működik. Igen. Na, Attila, család állítás erre is ezt hozhat, viszont nem mentsük fel a szemét azzal, hogy előző életből származik valamely szenvedély. Egy utaztatás során jöhet egy olyan élet, ami hozhat pozitív üzenetet a mostani nehéz élethelyzetre, nagy kollega hozzászólása. Igen oké, okay, félértettük egymást, akár hozhatja előző életből is, de én nem erről beszéltem az imént, és senkit nem ment fel a családállítást, ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nem azt csináljuk, hogy akkor te nem tehetsz arról, amit teszel, hanem igenis azt a fajta felelősség vállalást kérjük mindenkitől, ami a tudatosságot, tehát hogy azzal, hogy dolgozunk egy témán, neki utána a fizikai térben ezt tovább kell vinnie, és a cselekvésében is átvinni. Amiről én beszéltem, az az, hogy mint egy rendet szeretne tenni a családban, azzal, hogy behozza egy olyan személynek a történetét, ami akit a család ki, ö, megtagadott vagy ki lökött saját magából. Nem felmentünk, senkinek nem ad. Ö, Uh, hogy mondjam, tehát pont ez a bajom a reinkarnációval, amikor ezelőtt mondtam, hogy amikor elkezdek lobogtatni papírokat, hogy én azért nem találom itt az életemben a helyemet, mert előző életemben király voltam, és alatpolóim voltak, és azért érzem magam rosszul, ezt nem tartom egy jó módszernek. Oké, okay? tehát nem felmentés az, amit itt látunk, hanem egy blokknak az oldása. Nem ugyanaz a két dolog. Tényleg ez is eszembe jut a híres párbeszéd, Pilinszki és Popper közt, Pilinszki János és Popper Péter tanár úr közt, mi szerint Pilinszki erősen rápirított a szívvel kezdődő foglalkozásúakra, hogy ti fölösleges terheket raktok sokszor az emberek vállára. Mert azt mondjátok, hogy minden probléma megoldható, és ez nem így van, Péterre mondta János. Hát hogy van János, kérdezte Péter, és erre azt mondta hogy az életben vannak megoldható problémák, igen, és viszont vannak tragédiák, amikhez írgalom kell. Tehát nekem ez olyan emberi, ez a, ez a kettős dolog elfogadni, és... és, és az elfogadás már egy, egy lépés, tehát én azt gondolom, hogy a legdurvább posztraumás szindrómákban is, ha az ember egyszerűen elfogadja a helyzetét, már lépett egyet előre. Tehát árral szembe úszni, irgalom és igaz és remény nélkül, hát ez egy elég embertelen dolog. Nagyon rövid kérdés, és egyébként öt percünk van hátra. Mire ad választ a családállítás? Hát szerintem akár összefonhatjuk a másikat. Családunkban négy generáción keresztül születik szerelem, gyerek, nem biztos, hogy össze kell fonni. Nem alkalmi kapcsolatokból. Nagy szerelem végül marad az elhagyott, terhes. Na, ez kinek a bűne, megjött a bűn, mint olyan. Igen, Jó, uh, igen tehát én mire ad választ a családállítás? Nagyon röviden tudok válaszolni azokra az elakadásokra, ami a családi tudattalanban, vagy az őseink uh, sorsával kapcsolatos személyes elakadásaink. Uh, igen, és ezt tudjuk oldani vele. Családunkban nék, igen, nincs bűn, tehát azt én szeretném hangsúlyozni, hogy tényleg nincs bűn. Egyébként Helingernek ez egy veszőparipája, hogy nincs az a bűn, amiért ha vállalom a felelősséget, ne kapná meg az erőt annak jóvátételére. Most nyilván ugye itt ez egy kényes kérdés, halál, gyilkosság, gyilkos, de ez egy újabb műsor lenne, mert hogyha itt ja. elfogom a reinkarnációt, és akkor ha én megöltem valakit korábbi életemben, és akkor az engem most megöl, akkor miről beszélünk nyilván ez egy más téma, de az, hogy négy generáción keresztül öröklődik születik szerelemgyerek, ez már egy mintázat, amit akár érdemes lehet megnézni, hogy ennek az eredete csádi tudattalamban mi nem tudok rá így, vár, annyira sokféle lehet, hogy nem, lehet, hogy a valaki elhagyott egy szerelemgyereket, akár öt generációval ezelőtt, és az utódok így próbálják jobbá tenni, hogy ő az elhagyottal való azonosulást ismétlik újra és újra. Sok minden lehet ennek a hátrében, tényleg nem lehet, mint ahogy a pszichológiában, és azt gondolom, hogy egyetlen ilyen gyógyított tevékenységben sem lehet sablonizálni, a családállításban sem szabad, szigorúan tilos, hogyha ilyen mintákat kezdünk el követni. Bűnnel kapcsolatban nekem is hasonló a véleményem mint feloldozhatatlan, jóvá teltetlen dolog. Sőt, eleve, mert én nem is a jóvá tételt használnám. Megérteni és túllépni. Jó, elég utópisztikus bíróságon hazabocsátják a sorozatgyékost, hogy ugye megértettem. De nem, nem, Következmény van. Tehát ez a lényeg, hogy van következménye annak, amit teszünk. És akkor behozhatjuk a reinkarnációt, a karmát, tehát nem felmentésről beszélünk. Oké. Okay. Jó. Na, azt gondolom, hogy egy, egy nagyon emberi hozzáállás az, hogy tanulhatunk és változhatunk. Tehát a, a, a bűn fogalma az egyik legnagyobb bűn szerintem, mint az ember megalkotott, viszont utolsó percekben vagyunk és ránézek erre a kérdésre, hát ez még belefér, hogy mennyire determinált az életünk és a történések, illetve hogyan értelmezhetjük a szabad akaratot, szintén örökzöld kérdés. Ha az időtlenséget és a sok másik dimenziót, és úgymond elfogadjuk, mondhatjuk, hogy a döntéseink által választjuk ki, hogy ebben a testben az életünk során mit tapasztalunk. Kérdője van a végén, de felkiáltó jellel is megállt volna Láván. Igen, ezt gondolom, de egyébként mennyire determinált az életünk, én a Delta-szeni hozzám legközelebb tartalom és forma. Tehát, hogy a, az, ami determinált, az a tartalom, amit meg kell tanulnom. A formáját azt már saját magam választom meg. Egyébként pedig még a tartalmat is valahol egy másik tudatszinten szabad akaratból tudom választani. De ugye sokan összekeverik ezt az ego szabad akaratával. Tehát, hogy az egónak nincs szabad akarata, egy magasabb szellemi létünknek van szabad akarata, az egónak az, az áll szabadságában, hogy elfogadja a saját helyét ebben a rendszerben, vagy nem. De tartalom és forma, ugye Deppfusson azt mondja, hogy ha valaki meghal, mert előtötte egy kamion, akkor a tartalom az az, hogy meg kell halnia, és a formája az, hogy őt elütötte egy kamion. És akkor ez megint azt gondolom, hogy egy hosszabb kifejtés lehet, hogy ezt milyen szinten tudjuk még megjelenni a hétköznapunkban. Hát én azt gondolom, hogy ez az óra tartalmasan telt el, nagyon-nagyon sok. Tényleg nagy gondolat jött elő itt kérdésekkel, válaszokkal. Úgyhogy eljött itt a földi időszámítás, legalábbis a búcsú ideje. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm Faragó Melindának, rendszerterapeutának, asztalógusnak, pszichológusnak, sportlövésznek, néhai színésznek, hogy elfogadta ezt a meghívást, és mindenkinek, aki itt volt velünk nézőként, hozzászólóként, Kérdezőként egy hónap múlva fogjuk folytatni. Január 13-án, szerdán lesz a következő adás. Nagy valószínűséggel er Kárpáti Péterrel beszélgetek, akivel tulajdonképpen ezt az egészet kezdtük, egész konkrétan ő rángatott bele, másik világcímű műsorba, úgyhogy drukkoljunk neki, hogy itt legyen, és nem szoktam más programokat reklámozni, de másfél óra múlva szintén a halálközeli élményekről lesz szó a Te a Kávéval című műsoromban. Múlt héten szerdán meghalt Putnoki Tibor, szeretett fény alapítvány vezetője, egyik legprofétikusabb képviselője. Nem az élményvilágnak, hanem annak a tanulságát illetően egy, egy, egy olyan emberről van szó, hogyha van kedvetek a témát folytatni, 19.30-kor akkor a másik Facebook oldalon tartsatok velem. Köszönöm szépen még egyszer Örkény István könyvesboltnak és is, Kultiris Gariának, Melindának és nektek ezt az órácskát. Egy hónap múlva találkozunk. Szervusztok!